A close call. Meredek helyzetek, amikor az életünk egy hajszálon múlik. Nem tudod, hogy mi fog történni, hogy lángra kap-e. Egy pillanat és bármi megtörténhet. Csak arra gondoltam, hogy léleznem kell. Tragédia vagy megmenekülés? Ha a kisgyerekről van szó, a nyomás leírhatatlan. Velük mindez megtörtént, és most elmesélik történetüket. Azt hittem, semmi esélyem, hogy ezt megússzam. Sosem felejtik el azt a bizonyos meredek helyzetet. Meredek helyzetek videó. A mai adásban egy tapasztalt brit síelő elesik a francia Alpok egy elhagyatott területén, súlyos lábsérülést szenvedve. Hallottam, ahogy recsen a térdem. Arccal lefelé voltam a lejtőn. Tudtam, hogy nagyon rossz a helyzet. Egy anyának extrém allergiás reakciója lesz fagylaltevés közben. Arra gondoltam, hogy lélegezzek, lélegezzek. 7 éves lánya hívja a segélyhívót. Ad ki hangokat a száján át, lélegzik? Igen. Ki és belélegzik a száján át? Próbál. Próbál, értem. Leginkább amiatt aggódtam, hogy anafilaxiás sokkot kap. Vagyis leállhat a légzése úgy, hogy csak a gyereke van vele. Laplány a francia Alpokban. Egy helyi túravezető megpróbál lecipelni egy sérült brit síelőt egy alattomos és elhagyatott hegyi lejtőn. Éreztem, ahogy emelkedik a mellkasa. Levegőért kapkodott. Mind jó síelők vagyunk, de egyikünk se lett volna képes arra, amire ő. Lapos területre kell jutniuk a helikopteres mentéshez. Az oktató ereje azonban fogytán van. Merő eltökéltséggel vonszolja egy segítővel a nőt egy leszálló területhez. Nem láttam, mi történik. Végig azt hittem, hogy le fogunk esni a szikláról. Rémisztő volt. A sportimádó Angie általában a hírek bemondója, és nem főszereplője. Edinburgh-ban dolgozik hírolvasóként a Scott BBC-nek. Izgalmas a munkám, imádom a friss híreket. Sok sztárral találkoztam már, aki Edinburgh-ba jött. Kedvenc sportja a síelés, amit gyerekkora óta űz. Szerencsére a legnagyobb európai műsípálya tövében élek, úgyhogy iskola után mindig ott kötöttem ki. A műpálya teljesítése után az igazi pályák függőjévé vált. Emlékszem, hogy varázslatosnak éreztem. Olyan volt, mintha repülnék. Sokáig el se hittem, hogy egy hegyoldalról lefelé 30 másodperc alatt le lehet érni. Folyton ismételni akartam. Meg is tette. Pár lelkes társával minden évben elmegy síelni. Egyik legjobb barátja a csoportban Fredrik, aki norvég származású. Norvégiában minden téli napon síeltünk. Iskola után csak előszedtük a sílészeket és jót mulattunk. Január van, mikor is Angie, Fredrik és csapatuk többi része elindul szokásos útjára. Szeretnek a szezon elején menni. Ez gondot tud okozni. Néha olyan fagyos az idő, hogy még az én skót vérem se tud melegen tartani. Mindig kísérőt fogadnak, aki körbevezeti őket. Idén ez a francia Steph volt. Steph remek túravezető. Nagyon alacsony és szálkás, de szupererős, mert nyaranta sziklát mászik. A túravezető olyan helyekre visz, amik jók a síelésre. Friss hó, remélhetőleg porhó. A srácok, akikkel síelünk, ügyesek. Jól indul a hét. A csapat minden nap nehezebb pályákon síjjel. Egy nappal korábban egy nagyon ijesztő hegygerinc mentén mentünk. Féltem is tőle, szó szerint függőleges volt. Több ezer méter mindkét oldalon. Nagyon keskeny volt. A határaimat feszegettem. A következő reggelen az előző napi tapasztalata miatt Angie megfontolja, hogy csatlakozzon-e a csapathoz, de a többiek rábeszélik. Rengeteg hó esett, így mély porhó volt. Mindig mindenki a porhavat keresi.
Steph felajánlja, hogy jóval éjszakabbra viszi őket, a hegy másik oldalára. 5 órába fog telni megállás nélkül, míg egy étteremhez nem érnek a délután közepén. Olyan, mint egy felfedező út. Sokáig tart odaérni. Felmegyünk a felvonóval, majd követjük a hegygerincet, amíg az északi oldalra nem érünk. A csapat videózgat és fotózgat útközben. Angie! A kilátás csodálatos, és már nagyjából láttuk a végcélt. Tudtuk, mifelé megyünk, ami még elég messze volt. Mikor a csúcson van az ember, az lélegzetelállító. Aztán lenézve valójában ijesztő. Az északi oldal a pályákon kívül van, és mély hó lepi. A lejtők elhagyatottak, senki sem jár arra, csak a legtapasztaltabb síelők. A túravezető általában utasítást ad, hogy várjuk meg, amíg megnézi, hogy biztonságos-e a hely. Így mindig elsőként csúszik, aztán mi megyünk egyesével. Az első része meredek volt, aztán lankásabb lett, ahogy lejjebb értünk. Angie és Frank a sorukat várják a meredek lejtő tetején. Még mindig félve az előző nap miatt, Angie úgy dönt, egy agresszív csúszással növeli az önbizalmát. Átfordítottam a léceket, hogy a lejtő felé nézzenek. Ha nem vagy magabiztos, akkor nagyobb az esély az esésre. Úgyhogy nekivágtam. Valaki később azt mondta, hogy felnézett, én meg aranyosan fordulgattam, és nagyon jól ment. Steph a lejtőn lejjebb figyel. Angie jön, jól fordulgat, nagyon jól, ügyes volt. Csak egy kicsit túl gyors. A lendület nem tart ki. A háromnegyedénél ment tönkre az egész. Ahogy fordulni próbál, a teste és a lábai mozognak. De a mély hó súlya megakadályozza a léceket, hogy vele forduljanak. Hallottam, ahogy recsen a térdem. Arccal lefelé voltam a lejtőn. Hallottam, ahogy a kísérőnk Steph felkiált hozzám, Frederick pedig lefelé. Tudtam, hogy nagyon rossz a helyzet. Mikor hallottam a sikolyát, tudtam, hogy történt valami. Lesieltem hozzá, és megkérdeztem, mi történt. Azt mondta, a térdem. Eltört a térdem. Steph visszasiet a lejtőn. Nem mozog. Valami nagyon rossz történhetett. A két férfi lábra állítja Angie-t. A lábam kifordult oldalra. Láttam, és olyan... Mindenki látta. Nagyon furcsán állt. Egészen más irányba, mint ahogy kéne. Steph azonnal mondta, hogy eltört. A fájdalom érkeztével Angie biztos benne, hogy így van. De azt még nem tudja biztosan, hogy fog lejutni a hegyről. Az aznapi felvételek 2700 méter magasan készültek, a legmeredekebb lejtőkön, órákra a céljuktól. Bath, Somerset. Egy kislány felhívja a segélyhívót. Sürgősségi vonal lélegzik a sérült. Igen. Eszméleténél van? Igen, az anyukám. Édesanyjának erős allergiás reakciója lett fagyizás közben. Ki és belélegzik a száján át? Igen, próbál. Próbál, értem. Az egyetlen, aki megmentheti, az a 7 éves kislánya. Arra kérlek, hogy vedd a fecskendőt a kezedbe. Bász városa a fürdés és a szórakozás célpontja a római kor óta. Az anya Mariam közel 10 éve költözött ide friss házasként, és nagy különbséget vett észre londoni életéhez képest. Errefelé mindenki kedves, a szomszédok is. Az embereknek sétaközben van idejük oda köszönni neked, úgyhogy Bász kedves város. Mariamnak és férjének lánya született, a most 7 éves Inaya. Olyan pesgő kis csaj, imádják az emberek. Törődő és igazán nagyon jó kislány. Anya és lánya szeretnek együtt lenni. Dzsengát és 3D-s kígyók és létrákat játszunk. Mostanában szerette meg a görkorítást, úgyhogy annyit vagyunk a városban, amennyit csak lehet.
Egyik nap, amikor a szabadban voltak, segítettek egy idős emberen, aki elcsúszott az utcán. Inaya apja felhívta a segélyvonalat. Anyja pedig segített a férfinak. Amikor hazaértek, a kislánynak sok kérdése volt. Például, hogy mi történt a férfival, miért segített neki ennyi ember. Az apja leültette és elmagyarázta neki, hogy ha valaki bajba kerül, vagy ilyesmit lát, mindig segítsen. Apa elmondta, milyen fontos hívni a 999-et, ha történik valami. A család az otthoni biztonságra is gondolt. Megmutattuk, hogyan használja a telefont. Egy könyvbe az apja még le is írta a munkahelyi számát, a mobilszámát és az én mobilszámomat szükség esetére. Elmondta az irányító számot, mindent, amit tudni és csinálni kell. Mariamnak korábban is volt már allergiás reakciója, amitől bedagadt a szája és az ajkai, de nem tudta, mi okozta. Az orvos adott neki gyógyszert vészhelyzet esetére. Férjem megbizonyosodik róla, hogy lányuk tudja, mire való, és hogyan kell használni. Apa azt mondta, csak akkor adjuk az EpiPent, ha nem lélegzik, vagy ha nagyon nehezen lélegzik. Azt mondta, szúrjam valahova ide a combjába 5 másodpercig. Szülei remélték, hogy sosem kell követnie utasításaikat. Még forró. Egy forró nyári napon Mariam és Inaya otthon épp együtt készülnek olvasni. Szeretem a fagyit, és a lányom is szereti. Így azt mondtam, Inaya, együnk egy kis fagyit, aztán elolvassuk a könyveidet. Ám ahogy elkezd falatozni, Mariam erős reakciót észlel magán. A kiütések és a viszketés csak a kezdet volt. Aztán egyszerűen elkezdett összezárulni a torkom. Irányíthatatlan volt, és rögtön arra gondoltam, hogy senki sincs itt, csak én és a lányom. Vakarózni kezdett, és megkérdeztem, jól van-e, de azt mondta, ne aggódjak. Mariam próbál nem pánikolni, de állapota perceken belül rosszabbra fordul. Rendezett légzés hiányában lefekszik a szófára. Annyit tudtam, hogy a rendes légzéshez le kell feküdni és kiegyenesíteni a légutakat. Aztán szó szerint záródni kezdett a torkom. Csak egyre szorosabb lett. Inaya csak elsétált. Ijedten és zavartan. Mariam nem tudja, hova ment a lánya. A szófát csapdostam, és próbáltam egyenesen tartani a légutakat, és csak annyit gondoltam, hogy lélegezzek. És csak csapdostam, hogy felkeltsem Inaya figyelmét. Arra gondoltam, fogok-e még valaha lélegezni. Nagyon-nagyon rossz volt. A 7 éves Inaya azonban felismerte anyja betegségének jeleit. Nehezen lélegzett, és nagyon megijedt. Apja jól felkészítette. A kislánya telefont keresi, megtalálja, és hívja a segélyvonalat. A szolgálatban lévő híváskezelő Lydia. Íme Inaya hívása. Sürgősségi vonal lélegzik a sérült? Igen. Eszméleténél van? Igen, az anyukám. Egy gyenge hangot hallottam a vonal másik végén, úgyhogy gyorsan rájöttem, hogy egy kisgyerek hív. Arra gondoltam, hogy a megfelelő információkhoz kell jutnom, hogy segítsünk az anyjának. Reméltem, hogy tud ebben segíteni. Mi történt? Fagyit evett. Értem. Aztán olvastam neki a sulis könyveket, és elkezdett vakarózni. Minden evészket. Leginkább amiatt aggódtam, hogy anafilaxiás sokkot kap, ami egy erős allergiás reakció, vagyis leállhat a légzése úgy, hogy csak a gyereke van vele. Ez egy ijesztő szituáció. Az allergiás reakciós hívások az egyik legmagasabb prioritásúak. Anyukáddal vagy most? Igen, apa dolgozik, ezután őt hívom. Lydiához beszélve Inaya el is indult az emeletre anyja hálószobájához a vészhelyzeti gyógyszerért. Felszaladtam és elvettem. Ad ki hangokat a száján át, lélegzik? Igen. Ki és belélegzik a száján át? Igen, próbál. Próbál, értem. Inaya elmondja Lydiának, hogy nála van az egyszerre használható EpiPen, így Lydia felkészíti a használatára. Anyukád éppen áll, ül vagy fekszik? Most a szófán fekszik. Fekszik, oké. Megkérdeznéd, hogy tud-e válaszolni, hogy az tényleg egy EpiPen? Oké.
Ez egy EpiPen? Igen, azt mondja az. Szóval az jól van. Elmondom, hogyan használd az injekciót, jó? Arra kérlek, hogy vedd a fecskendőt a kezedbe. Inaya már egy lépéssel előrébb jár. Amikor leértem, benyomtam az EpiPent 5 másodpercig. Igen, megcsináltam. Beadtad az injekciót? Igen. A teste melyik részébe adtad? A lábába. A lábába adtad, kiváló, oké, szép volt. Nagyon meglepődtem, de meg is könnyebbültem, és örültem, hogy már megcsinálta. És le is nyűgözött, hogy olyan gyorsan beadta az EpiPent. Pár másodperc, és megérkeznek a mentősök. Oké, veled vannak a mentősök. Igen. Oké, szép volt, nagyon ügyes voltál. Szia! Köszi, szia! Ahogy Marianne még több adrenalint kap, állapota javulni kezd. Az arca vörös volt, és nehezen lélegzett, de aztán kezdett jobban lenni. Még több mentős érkeztével az extra adrenalin elkezdi helyre tenni Marianne légzését. Kiváló higgadságot tanúsítva, Inaya felhívja apját a munkában. Eljött, én már vártam. Elmondtam mindent, ami történt. Mariamot Bász kórházába viszik arra az esetre, ha a reakció újra előtörne, amikor elmúlik az adrenalin hatása. Inaya és apja kocsival követik. A nővércsapat ámuldozik a 7 éves lány tettei hallatán. Volt egy nővér, aki a vérnyomásomat ellenőrizte. Ő megveregette a vállát, és azt mondta, a kis hősünk. Ő meg csak, ha? Aztán azt mondogatta, hős vagyok, én meg igen, megmentetted az életemet. Büszke vagyok rá, hogy hősnek hívtak. Mariam azóta leszűkítette allergiája okát az ételszínezékekre. Elkezdtünk jóval többet sütni otthon. Inaya örömmel segít neki. Én figyelek rá, hogy mit teszik anya. Megnézzük az összetevőket, sok édességet nem ehet, de csokit igen. A mentőszolgálatot annyira lenyűgözte Inaya, hogy felhívták a családot, hogy oklevéllel lepjék meg Inayát. Remek volt látni Inayát, a kis arcocskáját, és hogy mennyire magabiztos volt. Az biztos, hogy aznap megmentette az anyukája életét. Ő egy kis gyöngyszem. Édesanyja örökre hálás lesz Inaya gyors gondolkodásáért. A torkom kezdett összeszorulni. A gyors reakciója mentett meg. Szép volt, Inaya! Gyors reakció egy 7 évestől. Most érjünk vissza a hegy csúcsra, ahol a sérült síelő nagy bajban van. Neki is egy hősre van szüksége. Eljött a te időd, Steph! Angie, a hírolvasó, 2700 méter magasan rekedt a francia Alpokban, komoly térdsérüléssel, pályán kívül, barátai egy csoportjával. Teljesen kifordult oldalra, más irányban állt, mint szokott. Steph a francia túravezető helikoptert hívott. Egy meredek lejtőn vannak, lankásabb területet kell találniuk. De a pályán kívül vannak, egy távoli, elhagyatott területen. Steph a profi síelő lesétál a hegyen, hogy megfelelő leszállót találjon, míg a csapat többi része Angie-vel marad. Ezután a léceivel lenyomkodta a havat, hogy még megfelelőbb legyen a leszálló terület. Már csak oda kell vinniük Angie-t. Próbált a fenekén csúszni, de nem ment túl jól. Steph elhatározta, hogy biztonságba juttatja Angie-t. Nem gyakran sírok, de kezdtem kiakadni. Steph azt mondogatta, hogy a hátán kell folytatnom az utat. Én meg csak mondtam, hogy nem tudok a hátadon menni, de ő azt mondta, hogy fel fog venni a hátára. Nem tud sétálni, nem tud síelni. Ez az egyetlen megoldás. A csoport egyik tagja levideózta, ahogy Angie felküzdi magát Steph hátára. Csodálattal néztük. Ha lassan mész, elsüllyedsz. Ő pedig apró fickó volt. Nem volt túl könnyű, de tudják, erős férfi vagyok, kicsi, de erős. Egyensúly is kell hozzá. Sikerült neki, tudják, csodával határos módon elcipelte és nem esett el.
Egy láb lent, egy láb fent, folyamatosan mozog. Jó síelők vagyunk, de egyikünk se lett volna képes arra, amire ő. Persze fájdalmai voltak a térde miatt, a kifordult térdétől, de nem visított és nem sírt. Csak megbízott a síoktatójában, aki cipelte. Egy másik síelő is megpróbál segíteni. A hó olyan vastag volt, hogy egyedül is nehéz volt rajta menni, nemhogy engem húzva. Végül, miután 40 métert húzták Angie-t, Steph úgy gondolja, megfelelő leszálló helyre érkeztek. A hőmérséklet mínusz 15 fok, de 2700 méter magasan és árnyékban még jóval hidegebbnek érződik. Angie szenvedni kezd. Belülről is havas lett a kabátom, leírhatatlanul fájt a hideg. Vérfagyasztóan hideg volt, jobban fájt, mint a sérülés. Kezdtem feladni. Azt hittem, meg fogok halni. Annyira rossz volt. Tudva, hogy a kihűlés fenyegeti, Steph betakargatja Angie-t a saját Jackie-ével. Több mint egy órája hívta a helikoptert. Kicsivel később hallják a rádión, hogy már úton van. De szinte azonnal máshová irányítják. Valakinek szívrohama volt. Egy szívroham nyilván komolyabb és sürgősebb. A fagyos hőmérsékletben a várakozás egy örökké valóságnak tűnik. Közel két órával az első hívás után egyikük lefilmezi a helikopter közelettét. Mikor megláttam, megkönnyebbültem. A csoport nagy része feszülten figyel. A gép rotorjainak hatótávján kívül. Levideózzák Steph-et és Angie-t a rögtönzött leszálló helyen. Nem hittem, hogy ez megtörténhet, de a rotorok felcsapták a havat, ami eldugaszolta az orromat és a számat. Nem tudtam lélegezni. Nagyon megijedtem. Gyorsan történt minden. Leszálltak, két férfi kiugrott, és sikeresen beemeltek. Viszlát, Angie! Pár másodperc, és repültek is. Nagyon fáztam. A csontjaim lüktettek. Szörnyű volt. Nagyon megrázó. A kórházba érve felmelegítik a röntgen előtt. Egy remek orvos volt ott, aki beszélt angolul. Mindent elmagyarázott. Otthon az MRI vizsgálat megmutatja Angie sérüléseit. Elszakadt egy inszalagja, amely a combját és a sítcsontját fogja össze. 10 hét pihenés jön. Az az inszalag is megsérült, ami a tért kalácsomat tartja. Más tértszalagok és a porc is károsodott. A baleset nem ijesztette el a jövőbeli síeléstől. Nem tudom elképzelni, hogy ne síeljek többé. Belebetegednék a gondolatba. Szeretnék újból pályán síelni, de többé nem fogok sziklafalon csúszkálni. És nagyon hálás Steph-nek, amiért biztonságban lehozta a hegyről. El se tudom hinni, hogy ezt tette értem. Hihetetlen volt. Ilyen fickóra van szükség vészhelyzetben. Találkozunk legközelebb is. Viszlát!